Sziasztok! Újdonság a csatornán! A feliratkozás mellett legyetek tagok a Dogcast TV csatornán, ami számos előnnyel jár számotokra. A tagok megnézhetik a kutyásokkal készített interjú hosszú, vágatlan videóit, elsőként kapnak választ a kommentekben feltett kérdéseikre, és a többiek előtt nézhetik meg a premier videókat. Támogass minket egy kávé árával havonta és legyél csatornatag. A linket megtalálod a videó leírásában. Előre is köszönjük, és várunk titeket a tagok között. László, a te neved összekötődött a pásztorkutyázással és a pásztorkutya tenyésztéssel, plusz a pásztorkutyázásnak az elméletével. Csak a mi csatornánkon legalább 4-5 előadásod van ezzel kapcsolatban, és nagyon sok néző azt is megkérdezte, hogy azzal, hogy most elkezdtél foglalkozni a szelindekekkel, ez azt jelenti-e, hogy abba hagytad a pásztorkutyázást, vagy igazából nem? Mit tudsz mondani ezzel kapcsolatban? Mi a helyzet a pásztorkutyázással? Nem, határozottan nem hagytam abba a pásztorkutyázást. Most egy évben egy almot lehozok, mint pásztorkutya tenyésztő, de ennyire többre nem merek most vállalkozni. Tehát, hogy a hangsúly áttevődött határozottan a szelindek projektre, de a pásztorkutyákat nem adom föl, sőt, az az érdekes, hogy a szelindek projektben, hogy haladunk előre, azt látom, hogy nagyon szükség van a pásztorkutya tenyésztésre a pásztorkutyázásban. Ugyanúgy adós vagyok még az elmélettel, a könyvekkel, legalább 4-5 könyvem van elindítva párhuzamosan a pásztorkutyákról, amiket így hol az egyiket írom, hol a másikat, hol a harmadikot. Tehát, hogy nekem ott még könyveim vannak megírandók, úgyhogy az elméleti részt mindenképpen még ki kell teljesítenem, mert ezek az interjúk, amiket adtam, még a hosszú, meg előadások is, még a hosszak is, azt kell mondjam, hogy töredékesek ahhoz képest, amit a pásztorkutyákról én szeretnék megfogalmazni, meg úgy átadni az embereknek. A pásztorkutyákra szükség van, a jó pásztorkutyára szelindek projekt folyamán még egy jó darabig, úgyhogy ez mindenképpen akarom csinálni. A másik, ami nagyon fontos, hogy ezt a kitérőt hadd tegyem meg, hogy Konrád Lorenz már a, nem tudom is pontosan, 70-es, 80-as években ő arról beszélt, hogy a fajta tiszta tenyésztés tulajdonképpen tönkreteszi a kutyafajt. Nem ilyen tömören, nem ilyen pongyolán fogalmazta meg, de aki, ha akarja, utána kereshet, vagy esetleg én majd kommentbe berakom a videó alá, vagy megtalálom azokat a részeket, amelyen én kimásolgattam a könyveiből magamnak ezeket a megjegyzéseit. Több is van, több könyvében is előfordul ez a megfogalmazás, hogy azzal, ahogy a fajta tiszta tenyésztés ilyen zárt kis populációkat hoz létre önmagába, genetikailag is már zsákutca, aztán a szelekciós nyomás, a szelekció módja, hogy ezeket a kutyákat kiválogatják, helyzetbe hozzák, az is maga egy rossz folyamat. Tehát, hogy olyan degeneratív jelenséget érzékelt ő a kutya tenyésztésbe, ami arra vitte őt, hogy megfogalmazza, hogy ami most zajlik a nyugaton a kutyatenyésztés körül, az gyakorlatilag degenerálja, rombolja, rontja le a kutyát, mint fajt. És ez engem nagyon szíven ütött, nagyon mellbe vágott, amikor én ezt olvastam, akkor még nem volt ennyi tudásom, mint most, és elkezdtem így is figyelni a kutyákat, de ugye azért ez egy idő kell, amíg az ember tényleg megérzi ezeket a trendeket, ha vannak, amiről a Lorenz beszélt. És érdekes módon a sors, mintha megnehezítette volna a dolgomat, vagy haladékot adott volna, nem tudom, elkezdtem a keleti pásztorkutyákkal foglalkozni, és pont az történt, hogy a keleti pásztorkutyák beáramlása nyugatra egy időre fölfüggesztette ezt a folyamatot, most már így mondom, hogy fölfüggesztette egy időre ezt a folyamatot, ezt a romlást, ezt a fajnak, ezt a globális romlását, amit nyugaton itt mi művelünk a kutyákkal, mert ott olyan rusztikus, olyan kipróbált, olyan természet közeli közegből érkeztek kutyák, amik ide bekerülve, és ezeket megvéve, ezeket tartva, az ember azt érezhette, hogy Lorenznek nem volt igaza, vagy ő nem tudhatta ezt, hogy a keleten még vannak nagyon komoly kutyák, és hogy ez egy túlzó megállapítás volt a részéről, hogy ez így romlik, az az egész
az egész faja a kutyának, de most már ennyi idő után látom, hogy mégiscsak igaza volt Lorenznek. Hiába jöttek be keletről nagyon komoly kutyák, hiába jöttek be keletről olyan kutyák, amikről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni, mert nekem is volt ilyen. Azt látom, hogy az egy átmeneti hatás volt csak, amit gyakoroltak a nyugati kutya populációkra, ugyanis ez a hatás lassan elveszik, és lassan ugyanoda a trend újból beáll, hogy romlik. Romlik a kutya faj, mint faj, degenerálódik, megjelennek egyrészt torzulások, tehát olyan torz elemek a kutyába, ami a természetes kiválasztódás rusztikus körülmények között kiiktatódna, kiszelektálódna, ez meg tud maradni. Másrésztről olyan kiürülés következik be az ösztön készletben, az ösztön világába a kutyának, olyan hiátusok, olyan üresség, üres fehér foltok keletkeznek, ami szintén egy falka életben, egy természetközeli életben likvidálná a kutyát, de mivel hihetetlen módon óvjuk őket, már gyerekpótlénként vannak kezelve, nagyon izoláltan, szinte buborékba tartjuk őket, ezért tudnak létezni, akár a teljes kutya értéket tudnak látszatban mutatni, viszont ha visszahelyeznénk egy kicsit röghöz kötöttebb, földközelibb, valódibb, rusztikusabb környezetben, akkor látnánk, hogy ezek a kutyák gyakorlatilag életképtelenek. Tehát, hogy ez a úgy fiziológiásan, mint anatomilag, mint pszichésen, teljesen egyértelműen érzem a romlást minden szinten. Minden szinten. Most a molosszerekbe egy kicsit belekóstoltam, ők sem kivételek. Szerintem meg vagyok győződve, hogy semmilyen más kutyafajta sem kivétel. Jelenik meg, például a munkakutyáknál megjelenik az autizmus nagyon erősen. Tehát ugye a legtöbb munkakutya nagyon specializált munkakutya. A pásztorkutya abban kivétel a munkakutyák között, vagy abban extrém, hogy a legkevésbé specializált, a legkomplexebb munkakutya, de a többi munkakutya általában nagyon specializált. Nem kell falkában éljen, nem kell vigyázzon magára, stb. Tehát a lényeg, hogy a munkakutyák nagy része annyira specializált, hogy gyakorlatilag az a jó, amelyik autista. Egy bizonyos, van az a típus autista, aki valamiben nagyon jó, de minden egyébben elég balfék. És talán életképtelen is. De mivel abban nagyon jó, életbe tartjuk, mert nagyon jó. Ez a kutyának, a munkakutyáknak, ezt látom egy tendenciába, mondom, az egyszerű kettelésből tartott kutyáknál meg az, hogy ilyen ösztön hiányosak, vagy ösztön zavarosak, ütköznek egymásba ösztönök, amiket az ember mindenféle óvintézkedéssel kivéd, áthidal, megold, de igazából, ha nem tenni, akkor nagyon nagy gond lenne. Tehát, hogy ezt a kutyafajnak, ezt a általános leromlását, a lábak, a végtagok, a mozgásnak a romlását látom mondom, az ösztönkészletüknek, a fiziológiás, ahogy kölykeznek, ahogy szoptatnak, ahogy emésztenek, ahogy hasznosítanak, ahogy a kártevők ellen, a paraziták ellen védekeznek, ebben mindenben olyan leromlást érzékelek, hogy teljesen igazat kell most adnom Lorenznek, és elnézést kell tőle kérnem így, hogy már nincs közöttünk is, hogy én azt mertem hinni, hogy ő tévedett. Ugye egy zseniális ember volt, és bár későn kapta meg a Nobel-díjat, de szerintem nagyon megérdemelte, hogy ezt ő nagyon jól látta, hogy itt nagy gond van. Ráadásul még valahol utánzom is, mert ő is keresztezett keleti kutyát nyugatival. Tehát ugye neki német juhászai voltak, amik ugye nem azok a német juhászok voltak, akkor 70-es, 80-es években, mint amik most vannak, tehát hogy ebből ne induljunk ki. A feleségenek viszont csau-csauak, akkor szintén nem azok a csau-csauak voltak, mint amik most vannak, és ő neki megtetszettek a felesége csau-csauja, bizonyos pszichés vonásai. És azt gondolta ki, hogy ő összehozza a csau-csaut, a keleti csau-csaut a nyugati német juhásszal, és hogy az működhet, és nagyon is működött neki. Tehát ő neki aztán lettek olyan kutyái, amiket nagyon szeretett, nagyon kedvelt. És akkor ebből aztán a követői, akik figyelték a munkásságát, gondolták, hogy akkor csinálnak ebből egy fajtát, és akkor megteremtették az eurázsiait, amit én nem ismerek. Az előítéletemből és a tapasztalatomból fakadon nem nagyon hiszem, hogy az valami nagyon komoly cucc lenne, de mint ahogy a Stepanic, amit kitalált német juhász, azok ahhoz képest ez a mostani német juhász sem olyan nagyon komoly cucc. Tehát, hogy ezek az alkotók, ezek az eredeti, zseniális emberek, amit kitaláltak, ezt általában mindig sikerült felhígítani az évtizedek alatt. Tehát valószínűleg az Eurázsia is egy ilyen termék. De a lényeg, hogy ő ott csinált egy ilyen keleti-nyugati kutya keresztezést,
és azok, akik engem most szidnak, hogy itt kevergetem jobbra-balra a kutyákat, akkor ajánlom figyelmükbe Lorenznek a keverését, a koncepcióját, és azt, hogy ő neki ez bejött. Ő elégedett volt a kutyájával, úgyhogy nagyon magas igényei voltak a kutyákkal szemben. Úgyhogy mondom, egyrészt követem őt, én is egy keleti-nyugati típusú keresztezésben vagyok benne, és mondom, elnézést kell kérnem, hogy azt hittem, hogy a keleti pásztorkutyák ezt a folyamatot meg tudják fordítani, ezt az általános fajleromlást. Nem tudják, csak ideig óráig felfüggesztették, azt az illúziót adták, hogy ez megállítható, illetve megállt, nem történt ez meg, és most a pásztorkutyákkal az a baj, hogy bár imádom őket, és mondom, még mindig a legkomplexebb, legizgalmasabb kutya populációnak tartom, nincs ellenőrzésen fölöttük, nincs kontrollon fölöttük. Az más, hogy vannak kapcsolataim is, én mindig tudok átlagon felüli kutyákhoz jutni, fedeztetni, ha akarok, meg úgy mondom, nekem is átlagon felüli pásztorkutyáim vannak, de nincs ellenőrzés, nem határozhatom meg a pásztorkutya tenyésztést. És nem, emiatt nem tudom megállítani a romlásukat. A Szelindek projekt is eredendően egy olyan projekt, ami azt védeni, hogy a pásztorkutyát ne torzítsák őrzővédő kutyává, ami számomra romlást jelent a pásztorkutyához képest. Tehát a Szelindek projektet is azért találtam ki, hogy védjük a pásztorkutyát a degeneráció ellen, a leegyszerűsödés ellen, valamiben való elkorcsosulása ellen. De magára, a populációra, a pásztorkutya populációra nincs hatásom. Tehát ha ott a világ törvényszerűségei miatt romlás van, én abra nem tudok mit tenni, maximum ennyit, hogy csinálok egy jó szelindeket, és akkor itt Magyarországon, akinek őrkutya kell, az akkor szelindeket fog venni, nem pásztorkutyát. De ez egy minimális, így önmagában a pásztorkutyára tekintve. Viszont a Szelindek projektben az lenne egy nagyon érdekes kísérleti terep, az egy nagyon érdekes feladat, és egy unikum, hogy ha megírom az elméletét, ha megírom a Szelindek 7 próbát, ha megírom a standardjét, ha elkezdjük a Szelindek 7 próbákat szervezni, akkor gyakorlatilag ellenőrzéselem lesz egy kis populáció felett. És azt remélem, hogy ahogy zuhan a faj, és a fajon belül azok a kutyák is egy lefele tartó trendet képviselnek, amikvel dolgozom, hogy amikor van az, amikor ugye ledobnak valahol magasról valamit, és lent a tűzoltók ki akarják fogni, akkor nem az van, hogy egyből meg tudják fogni, vagy egyből meg tudják tartani, hanem amikor már meg tudták valamennyire fogni, még mindig engedik tovább lefele, csak próbálják lassítani a sebességet, amivel zuhanna a föld fele, és még a föld előtt végre megállítani, hogy onnan aztán megint vissza tudják emelni. Tehát én az egész Szelindek projektet egy ilyen tűzoltó mutatványnak képzelem el, hogy itt van egy populáció, amit gyakorlatilag mi teremtünk meg olyan kutyákból, amik beletartoznak ebbe a hanyatló fajba, megragadtuk azáltal, hogy meghatároztuk, hogy ezekkel tenyésztünk, ezek a kanok, ezek a szukák, ezek az utódok, ezeket regisztráljuk, ezeket nyilván tartjuk, és hatásunk van rájuk azzal, hogy megmérjük őket egy Szelindek 7 próbán, és ha elkezdjük tudni lassítani, nem azt mondom, hogy egyből megállítjuk, erről szó se lehet, aki ezt hiszi, az, vagy ezt tanítja, vagy ezt így magyarázza a saját tevékenységét, az hazudik, hanem hogy elkezdjük tudni legalább lassítani. És annyira lelassítsuk, hogy végül már ne romoljon tovább, még vállalható mó szinten legyen, és onnan elkezdjük tudni megint megemelni. Na most ez lehet, hogy ez egy túl ambiciózus, valóságtól elrugaszkodott terv, nem tudom én ezt megítélni, de hiszek benne, hogy ez lehetséges, mert hanem úgy, nem csinálnám. Tehát nem csak az van, hogy újra tenyésztjünk egy Magyarországon kipusztult kutyapopulációt abban a funkciójában, amiben a nyugaton ugyanez a típusú kutyapopuláció már van, illetve már volt. Nem csak erről van szó, hanem arról is, hogy a kutyafajnak izoláljuk egy populációját, aminek meg tudnánk állítani, először lassítani a romlást, aztán megállítani, és esetleg visszafordítani. Mert itt akár hányszor hallok tenyésztőket, hogy 10 éve, 20 éve tenyésztés, hogy a fajtanak a javítása és a fajta fejlesztése érdekében, hát én megnézném, melyik fajta fejlődött, ha komolyan megnézzük az elmúlt 20 évben, mert hogy a pásztorkutyák nem fejlődtek, az hol biztos. Hát az hol biztos. Ez nem is kérdés számomra. Tehát, hogy eljutni oda, mondom, nagyon szerényen, nagyon, nagyon mérsékelt fogalmazásmódban, hogy a romlást először lassítsuk,
és annyira lassítsuk, hogy megállítsuk, és ha már meg tudtuk állítani, akkor megfordítsuk, és elkezdjük emelni. És ez történne azzal párhuzamosan, hogy nőne a populáció, mert ugye nagyon fontos, hogy minél nagyobb populációból tudjunk dolgozni. Tehát ez egy nagyon izgalmas, nagyon bonyolult dolog, ez egy kép csak rá, hogy elkapni valamit, megragadni, nem egyből megtartani, mert nem lehet, hanem engedni még, mert kénytelen vagy, mert nem tudod megtartani azt a súlyt, azt a nyomást, ami az egész kinológiai, szociológiai helyzetből nehezedik a kutyára, hogy nyomja le, hogy rombolja le a fajt, azt nem tudod te egyből leállítani, de lassítod, és egyszer csak, ha meg tudod állítani, akkor elkezded tudni emelni. Tehát ez egy ilyen nagyobb kísérletnek is lenne a bevezetője. Mondom, el tudom képzelni, hogy valaki ezt túl nagynak, meg túl ambiciósnak találja. Azt is el tudom képzelni, hogy valaki nem ért egyet azzal, hogy a kutyafaj romlik, de én mind a kettőt hiszem, mind a kettőt gondolom, és ezt így szeretném megpróbálni, és szeretném, hogyha fölállna ehhez egy közösség, mert ezt egyedül nyilván nem lehet. Tehát ezt mindig hangsúlyozom, hogy egyedül szelindeket tenyészteni, hogy bármit nem lehet. Pászorkutyás előadásom, és elmondtam, hogy az a tenyésztő, aki veri a mellét, hogy mekkora tenyésztő, és hogy milyen sokat tett a fajta javításáért, az félrebeszél legjobb esetben is. Ez nem működik. A tenyésztés egy közösségi teljesítmény. Minél nagyobb a közösség, minél nagyobb a populáció, és minél fegyelmezettebbek ezek a tenyésztők, annál jobb munkát lehet végezni. Tehát ez elkerülhetetlen. És nekem azért nagy bánatom, hogy szociálisan nem vagyok ügyes, hogy itt te tudhatsz bármennyi kinológiát, tudhatsz bármennyi kutyát, lehet 50 éves tapasztalatod, akkor se tud egyedül megcsinálni. Tehát itt nagyon, nagyon jó lenne, nekem lennének ilyen szociális skilljeim, amik sajnos nincsenek meg, vagy elég csökevényesek, vagy gyengék, mert ezt szociálisan is kellene tudni nagyon jól szervezni, nem csak kinológiailag. Ugyanis úgy képzelem ezt az egészet, mint a, nem tudom, láttál egy gyerekeket, akik képesek fölmászni az ajtófélfák között. De van a hegymászoknak is egy ilyen technikájuk, amikor ilyen szűkebb hasadékokon másznak föl, hogy megtámaszkodnak háttal az egyik oldalnak, és a másik oldalon meg a lábukkal, a végtagjaikkal. Van ez, amikor így kitámaszt ide meg oda. És ez az egész tenyésztési koncepcióm gyakorlatilag ezen is alapszik, ezen a technikán, hogy kell a kinológiai rész, de kell a szociális, a társadalmi rész is. Tehát nem tudod egyikből csak megoldani, de ha mind a kettőt tudnám művelni, vagy lenne olyan társam, olyan segítőm, aki a másikat tudja művelni, akkor esetleg egymásnak hátat vetve föl tudnánk kapaszkodni egy ilyen kettősségbe megtámaszkodva. Mert csak a kinőrögzve nem lehet megcsinálni, a társadalmi rész meg önmagában légüres lenne, hiszen a tartalma maga a kutya végső soron. De kell ez a kettősség, és az egész tenyésztésben is megvan ez a kettősség, hogy nem, hogy mondjam, tehát ez annyira nagyon problematikus, és olyan könnyen szokták az emberek lefikázni, lepocskondiázni, leszólni a látszatot. De már a görögök figyelmeztetnek arra, hogy nem szabad lebecsülni a látszat erejét. Tehát a látszat egy, tudjuk, hogy ha minden a látszatra épül, akkor a dolog össze fog omlani. De akkor se szabad a látszat erejét lebecsülni. Tehát a látszat és a valóság az egyfajta dialektikus, ilyen dinamikus egységbe áll mindig össze. És itt nekünk nagyon oda kell figyelni a látszatra is, de nagyon oda kell figyelni a tartalomra is. De nem lehet csak a látszatra figyelni, mert az maga a küllemkutyázás, maga a kiállítási kutyázás, amivel mutatja, hogy milyen rossz irányba megy. De nem lehet csak a teljesítményre se figyelni, mert az egy nagyon kevés ember ügye. Tehát a kutyának ki kell néznie valahogy, kell legyen egy stílusa, kell legyen egy jellege, és ezt hoznunk kell, és ezért figyelnünk kell arra is. És ez is egy ilyen kettős egyrészt elmezni a munka arra, hogy egyiket is kell művelni, meg a másikat is, ami időben ugye dupla, de mégiscsak így lehet megtámaszkodva följutni azon a falon, ami aztán végül is egy komoly kutyapopuláció. Vannak emberek, hogy ő tudna nekem tanácsot adni, mert már 20 éve tenyész kutyát. Egy dolog egy fajta tenyészteni, ami már ki van találva, van egy standardje, van egy populáció, és akkor te abból válogatod azt, ami neked tetszik. De hát mindig ebből jön az igazi tapasztalat, az igazi tudás, az igazi életérzés, amikor az ember valamit megpróbál, amit még addig nem csinált. Nem csak azt látja, hogy a kutya, mint faj, romlik le, hanem ő azt mondja, és ezt lehet, hogy kivágjuk, hogy az ember
házi disznósodik el.